Reggeli tornára gyülekeznek a zabolai huszártábor újoncai. A katonai hagyományok iránt érdeklődő székelyföldi fiatalok elmaradhatatlan reggeli programja nem csupán az ébredést, de a jó fizikai állóképességet is szolgálja. Ők ugyanis, fiúk és lányok, egyaránt arra vállalkoztak, hogy nem csupán elméletben ismerik meg elődeik életmódját, hanem zubbonyba bújva a katonai élet nehézségeit is megtapasztalják, így biztosítva a hagyományőrző egyesületek utánpótlását. Az volt a lényeg, hogy ne csak a hagyományőrzők vegyenek részt ezeken a táborokon, hanem megszerültsünk fiatal diákokat, akik bejönnek a táborba, és lehetőséget kapnak arra, hogy megpróbálják a huszár meg a hagyományőrző életet. A katonai élet a táborban sem fenékig tejföl. A rend és a fegyelem itt is fontos, így a számonkérés elengedhetetlen. Mint ahogy a pontos és precíz program is naponta szinte rutinszerűen ismétlődik. Rendkívül precíz a napi rendünk, órára percre, tehát az ébresztőtől kezdve a reggeli tornáig, a körlet szemléig, tehát hogy megszemléljük, hogy mindenki beágyazott-e rendesen, rendbe rakott-e mindent, utána a reggeli időpontja, utána ugye zászlófelvonás, parancshirdetés, szolgálatátadás. Mi készteti a mai fiatalokat arra, hogy ne csak pihenéssel, egy szokványos nyári táborban töltsék vakációjuk egy részét, hanem katonás fegyelemben? Jó reggelt, hagyományőrző! Elő, tisztességet! Nekem a történelem tanárnőm mesélte a tavalyi táborról, és nagyon érdekesnek hangzott, és úgy gondoltam, hogy megpróbálnám, hogy milyen itt, hogy szerepelek. Engem azért érdekel, mert kíváncsi voltam a hagyományra, hogy hogyan éltek régen a katonák az ilyen 1800-as, 1900-as években. Puskával, tiszte, meg! Apa 48-as hagyományőrző, szóval általában jutottam ide. Azért nagyon jó ez a tábor, az a kedvencem benne, hogy ki lehet próbálni a fegyvereket, mint hogyha élők lennének. Az újoncok még csak belekóstolnak a katonaság világába, a ranglétrán tizedesig jutott Krisztián azonban már tapasztaltnak mondható hagyományőrző. Minden esemény, minden alaki gyakorlat fel van vezetve a listába, és az alapján minden tagnak van egy éves pontszáma, és ezt a ponttabellát évvégén én vezettem trojmagasan, így megkaptam az a tizedesi kinevezésemet. A katonai gyakorlatok mellett a fiatalok elméleti kiképzést is kapnak, hiszen a hagyományőrző tevékenység együtt jár a történelem, a hadtörténet, a térképtan és a hadászati tudományok ismeretével. Ahhoz a szeretetére próbáljuk megnevelni a fiatalokat, és fiatalokat, teljesen mindegy, hogy fiú vagy lány, szeresse a hazáját, érezze a hazáját, tudjon a hazájáról minden többet. A fiatalok tábori élete, tágabb értelemben ez a közösségi létforma, a modern, digitális világtól való elszakadás mintája és példája kíván lenni. Úgy kezdődik a tábor, hogy mindenki visszaadja a szülőknek a telefonjait, különböző elektronikus kütyüjeit, és itt egy elektronikus vakság van egy hétig, tehát itt tudnak beszélgetni mondjuk, ami lassan kikopik a fiatalok világából. A huszár ló nélkül fél ember, így nem maradhat ki a lóval való találkozás. A délelőtti kiképzés, a katonai megjelenést, a tudást nyújtja, a délután inkább a ló és lovas kapcsolat építéséről szól. Nem annyira a katonai hagyományőrzésre fektettük a hangsúlyt alaki kiképzéssel, hanem inkább a ló szeretetére, inkább lovas emberként közelítettük meg a délután. A tábori életből természetesen nem hiányozhat a tartalmas szórakozás sem. Most éppen a közeli zabolai Mikes birtok vendégei a táborlakók, ahol a népzene és néptánc tábor életébe pillanthatnak be. Esik az eső, ázik a heveder. A fárasztó nap végén, amelyben fizikai és katonai kiképzés, ismeretszerzés és szórakozás is volt, a fiatalok a tűz mellett belekóstolnak a tábori esték hangulatába, ahol talán örökre eljegyzik magukat a hagyományőrző katonai élettel.